Ecsédi Orsolya, apokaliptikus tréner. Előadja Kis Flóra. Klári néni tudta, hogy megy ez. A hírek mindig hazudnak. Amikor pedig kivételesen igazat mondanak, akkor már késő. Nem bízta a véletlenre. Amint a szokásos optimista hang bemondta, hogy aggodalomra semmi ok, az ötödik hullám is meg lesz fékezve, a fejében azonnal megszólalt a vészcsengő. Ez nem gyakorlat. Ez most éles bevetés. A hadművelet első lépéseként begyűjtötte az összes akciós újságot a környékről. Nem csak a Tescót és a Lidit, ahogy szokta, hanem azokat is, ahová legfeljebb saját márkás maci sajtért és viszkőoldóért járt, amennyiben azok bizonyultak Klári néni független vaktesztjei alapján a legjobb árérték arányúnak a piacon. Látnunk kell, mivel dolgozunk. Magyarázta Magdikának a földszint négyből. Klári néni nem ma kezdte az ipart. Tudta, hogy mire telefonon riasztja a hálózatát, minden bezár. Így inkább az idősek klubja felé vette az irányt, és ott helyben reguláris szabad csapatokat szervezett a rendelkezésre álló humán erőforrásból. Eta a zöldségekben volt jó, Katus a vegyszerekben, de egyikük sem volt annyira elkötelezett a túlélésük iránt, mint Klári néni. A stratégiai ágazatokat meg is tartotta magának. Nem, mintha nem bízott volna a többiekben, de belülük hiányzott a valódi tűz. Amikor valaki szóvá tette a kasszánál, hogy 2618 tekercs WC-papír túlzásnak tűnik, nem azt válaszolták, hogy te már rég halott leszel, ostoba nyíkhaj, amikor én még mindig a fenekemet törlöm, hanem elpirultak. És ugyanez a Liszttel, pedig ők is tudták, mi volt az ostromkor, csak a tisztánlátásuk. Annak nem tett jót a kor. Ráadásul nem csak a gyengéd, de határozott iránymutatás, hanem a tároló kapacitás tekintetében is Klári nénire szorultak. Egyedül a Stróbl Alajos utca 40 rendelkezett a túléléshez megfelelő bunkerrel. Igaz, Kovacsicsék a második emelet 6-ból, akikkel Klári néni osztozott rajta, pincének nevezték. De csak azért, mert azok az evolúciós hulladékok nem látták meg benne a lehetőséget. Elég annyi róluk, hogy még konzervjeik sem voltak. Még szalontüdős sem. Pedig az 20 évvel az eltarthatósági idő után is olyan, mint az álom. Csak a téli gumikat tárolták a sarokban. Jó lesz, még cipőt adnak. Dünnyögte Klári néni, és nem dobta ki őket. Aztán csak várt. Tudta, hogy már nem kell sokáig. Ez a gondolat egyszerre töltötte el rettegéssel és elégtétellel. A nehéz idők arra jók, hogy elváljon egymástól a könnyű út és a helyes út. Ezzel nyugtatta magát mindig, ha elbizonytalanodott. Egy szerdai napon a szokásos optimista hang megerősítette a közösségi médiában terjedő pletykát, miszerint a mutálódott vírus őrbottyáni variánsától a fertőzöttek tényleg zombivá változnak. Klári néni ekkor levonult a bunkerbe, és magára zárta az ajtót. A többieknek persze már késő volt. Ő viszont ott bekkelte ki az apokalipszist, kétszer sültön, rozmaringos májkrémen, és mérsékelten buborékos ásványvízen, ami kellemesen bizserged, de nem csinál savat. Amikor a zombik az összes áruház, összes polcán található, összes szerves anyag után egymást is felzabálták, a szerencsés túlélők előbújtak rejtek helyeikről. Úgy szaladtak Klári nénihez, mint a megriadt csirkék, gyengéd, de határozott iránymutatásra szorulva, és nagyon éhesen. Klári néni kegyes uralkodó volt. A felhalmozott javak nagy részét népe táplálására fordította, míg újjá nem indult a gazdaság. Az élelmiszertermelés mellett a cipőgyártás fellendítésén fáradozott, visszahelyezve hazánkat a világ kereskedelem térképére. Klári néni nevéhez fűződött a lábbeli ipar csúcs termékét népszerűsítő nemzetközi reklámkampány is, amely dacolva a világ törvényszerűségeivel kivételesen egy olyan híren alapult, amely nem hazudik. A Kovacsics márkájú bakancsok sosem mennek tönkre.